Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket itt a Siesta Plus-ban. Nagyon sok érdekes témával készültünk, hiszen nem sokára népmese napja lesz, aztán szívvilág napja is, 16 éves, Nyíregyháza egyik kereskedelmi rádiója. De most kicsit foglalkozzunk egészségüggyel itt a Siestában. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Vitkai Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház sajtófőnökét, kollégánkat. Szia Éva, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És milyen programmal készültök a Szívvilág napja alkalmából? Ha megengeded, egy kis előzménnyel kezdem. Már közel két évtizede először a József András Oktatókórház, majd amikor a megye kórházai egyesültek, akkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház csatlakozott a Szívvilág napjához, és minden évben szeptember utolsó vasárnapján Szívvilág napi rendezvénnyel készültünk. Az első helyszín az erdei tornapálya volt, aztán beköltöztünk a város szívébe, a Kossuth térre, hát Szívvilágnapja, akkor legyen a város szíve a helyszín, és ekkor fogtunk össze az egészségügyi alapellátási igazgatósággal is, és közösen szerveztük a Szívvilágnapját. Két éve viszont a Tirpák Fesztivál életre kelt, és egy ilyen város azért két nagy rendezvényt nem bír el, és így nagyon szívesen csatlakoztunk a Tirpák Fesztivál utolsó napjához, ahol főző verseny van, de amellett, hogy mi is főzünk, és ez egy új kihívás volt a kórház számára, azért a legfontosabb preventív feladatunknak teszünk eleget, mint minden évben most is szűrésekkel készülünk, és reméljük, hogy legalább annyian igénybe fogják venni a szűrési lehetőségeket, mint a régi szép időkben, hiszen akkor 1000-1500 embert voltunk képesek leszűrni. Azért egy fesztivál más, mint mondjuk, ha csak a Szívvilágnapjára készülünk, de így is nagyon sokan jelentek meg tavaly is a szűrősátrunkban. Milyen szűréseken vehetnek részt az odalátogatók? Vércukorszintmérés, és ugye hát főzőverseny, fesztivál és egyebek, tehát érdemes azért a szűrősátrunkat azelőtt meglátogatni, a vércukorszintet szeretnének méretni, mielőtt még elkezdenek az étele, vagy elkezdik az emberek az ételeket kóstolgatni, de testtömegindexet, haskörtérfogat, vérnyomásmérés, sokszor hiányolják a koleszterin szintmérést, azért hagytuk el ezt a lehetőséget, mert nem ad valid adatot. Tehát akkor, amikor nem tudjuk, hogy evette, mit evett és mikor, azért egy koleszterin szintnek a mérése akár félrevezető is lehet, úgyhogy ezt elhagytuk az elmúlt évek során, ezt szokták néha hiányolni, de azt gondolom, hogy ez a négyféle szűrés is nagyon sok lehetőséget rejt magában, hiszen minden évben legalább 8-10-15 veszélyes faktorba került lakost tudunk kiszűrni, aki nem is tudott arról, hogy valamilyen betegsége lehet, vagy magas a vércukorszintje, vagy a testtömegindexét ő jónak tartja, és ilyenkor derül ki, hogy igen, további vizsgálatokra van szükség, és ilyenkor felszoktuk hívni a figyelmüket arra, hogy a szakrendelőinket felkereshetik, és jóval hamarabb kerülnek orvoskézbe, hiszen nem mindegy, hogy ezeket a betegségeket, a kardiovaszkuláris betegségeket mikor ismerik fel, hiszen hónapok is nagyon sok mindent jelenthetnek, akár életet menthetnek, hiszen amikor már tünetek vannak, akkor már elég előre haladott állapotban van a betegség. Fontosak a szűrések, tehát mi mondhatjuk azt, hogy ez is már népbetegségnek számít, az ilyen kardiovaszkuláris megbetegedések? Én azt gondolom, hogy a vezető halálokok között szerepel, bár nem vagyok orvos, de hát azért, mint a kórház sajtó szóvivője, nagyjából azért mindig elmondjuk és beszélünk erről, és kiadványainkban is, és a többiben is, erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez országos szinten a kardiovaszkuláris betegségek vezető haláloknak számítanak. És én most megnéztem mondjuk a Magyar Kardiológiai Társaságnak a statisztikai adatát, és azt írják, hogy 30-40 ezer szívinfarktus, új szívinfarktusos megbetegedést regisztrálnak, és közel ugyanennyi sztrókot. Bár az orvosok azt mondják erre, hogy a statisztika az mindig egy érdekes dolog, mert itt a morbiditás és a mortalitás is szerepet játszik, tehát ettől azért kevesebb, illetve kevesebben is halnak meg ezekben a betegségekben, és nagyon jó tendencia látszik már Magyarországon, hiszen pontosan a szűréseknek, meg a kampányoknak köszönhetően jóval hamarabb ismerik fel a betegséget, így csökken a halálozási szám is. Viszont az egyéves, a 365 napos ciklus, van azért van még mit tennie Magyarországnak, de erről, mivel lesz holnap egy sajtótájékoztatónk, és kardiológus, neurológus és diabetológus is jelen lesz, ők azért jobban fognak tudni, vagy többet tudnak majd erről mondani. Lesz még azért még a szűrések mellett dietetikusunk is, hiszen ha már főzni megyünk, akkor egészséges ételekkel készülünk, vagy egészséges étellel készülünk. És mivel készültünk?
Nem változtatunk az ételen, tavaly nagyon jól bejött. Csanáta ágyon csirkemell, csíkok, amelyek ebben bíztam, hogy nem egy ilyen csülkös pacal, ha már szívvilágnapja. Meg se engedhetnénk ezt magunknak, azt gondoljuk, és alma, grillezett alma lesz a tetején, ami nagyon finom volt tavaly, és mert az édes kis szabolcsi cukrozott édes íz kijött az almából, és a tetejére szoktunk egy kis szívecskét tenni, egy kis zászlót, ezzel is jelezve, hogy igen, ez egy egészséges étel. Emellett ott lesz 4 dietetikusunk is, akik mellé le lehet ülni, és tanácsot lehet kérni arra, hogy ha valakinek mondjuk nincsen sok pénze, de ugye mindig azt mondjuk, az egészséges táplálkozás egy fő a faktor abban, hogy hogyan előzhetjük meg a kardiovaszkuláris betegségeket, akkor a dietetikus tud olyan tanácsokat mondani, ami nem kerül sok pénzbe, csak odafigyelésbe. És amire mi is szeretnénk felhívni ezen a napon is a figyelmet, és országos szinten is szó van most erről, hiszen a mozgást állítják a kampány előterébe, hogy a mozgás nagyon sokat számít, és én Nyíregyházán, én sportolok én is. És azt gondolom, hogy a kórházban nagyon sok orvosunk, ápolunk, sportol, Ironman-eink vannak például. Tehát az egy kőkemény kihívás, nagyon sokan futnak, teniszeznek. Tehát nem vizet prédikálunk és bort iszunk, de arra felhívni a figyelmet, amit már lehet látni Nyíregyházán is, hogy bicikliútunk van, futópályáink vannak, és mikor 20 évvel ezelőtt kimentem futni, valakit vinni kellett magammal, mert féltem az erdőbe. Most gond nélkül mehet bárki bármikor, mert tele van az erdő futókkal, tele van az erdő sétálókkal, biciklizőkkel, és ez egy ingyen sport. Erre is felhívjátok majd a figyelmet a szűrőnapon? Szűrőnapon most nem, de az egyéb kampányainkban igen, erre, mivel mi is üzemeltetünk Facebook oldalt, úgyhogy szeretnénk ilyen híreket most a következő egy hétben megjelentetni, ami a mozgásra, az egészséges táplálkozásra, illetve a rizikófaktorokra felhívja a figyelmet. Tehát érdemes a Szabolcs-Szatmár-Berek-megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Facebook oldalát is keresni. Így legyen, köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor szeptember utolsó vasárnapján Szívvilágnapja a Kossuth téren. A Tirpák Fesztiválhoz kapcsolódóan. Köszönjük szépen! A Szívvilágnapja után a Népmese napjával folytatjuk a Siesta Plus mai adását. Tomaszowski Anitát, a Móricz Zsigmond könyvtár igazgatóját köszöntöm itt a stúdióban. Szia Anita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hanyadik alkalommal rendezitek meg a Népmese napját? Szia, köszönöm szépen a felkérést. A Népmese napját minden évben megünnepeljük. Tehát ez a könyvtáraknak egy fontos szerepe, az olvasás népszerűsítés egyik fajtája. A Magyar Olvasás Társaság 2005-ben nevezte el Benedekelek születésnapja alkalmából tiszteletére, népmese napjára ezt a napot. Szeptember 30-án van a napja, ezt mi a könyvtárban idén szeptember 29-én tartjuk, és egész napos mesefelolvasással várjuk a érdeklődőket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a cél az, hogy ezen a napon kiemelten kezeljük a magyar népmesét, és természetesen más népek meséjét is, minél többen olvassunk, és minél többen mesét hallgassunk. Ti könyvtárosok vagy könyvtári dolgozók, hogy látjátok azt, hogy amióta van ez az esemény, a Népmese napja, még olvasnak többet a gyerekek ennek hatására? Úgy gondolom, hogy egyre inkább az a irányadó, hogy a szülő ezt észreveszi, hogy a mesének milyen fontos szerepe van. Rengeteg tanulmánykötet, olvasáspedagógus, pszichológus foglalkozik ezzel a témában, és már egészen pici korban mesélni kell a gyermeknek, akár még a magzatban el kell kezdeni a mesemondást, és mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet a pedagógusokkal együtt, hogy minél kisebb korban kezdjük el a meseolvasást, mesehallgatást, annál inkább nagyobb a lehetőség arra, hogy a felnőtt korban is szeretni fog olvasni, és ő is ezt tovább fogja hagyományozni, és ő is olvasni fog a gyereknek, unokának nem csak magyar népmesét, más népek mesét, hanem természetesen népszerű mai írók meséit is. Ehhez a naphoz kötöttétek a Nyíregyháza mesés könyvének a bemutatóját. Ugye a Vécsey utcai fiók könyvtár hirdetett még nyáron egy pályázatot, mesélj nekünk erről részletesebben. Így van, az ötlet a Vécsey utcai fiók könyvtárból indult, kolléganőnk Mikula Edit volt a kezdeményezője ennek a pályázatnak. Bárki küldhetett be pályázatot, tehát nem volt megkötés, fiatal, gyermek, felnőtt,
10 mese érkezett be a pályázatra, és ezt egy szép Nyíregyháza mesekönyvbe szerkesztettük. A meséket szakmai zsűri bírálta el, és most a Népmese napja alkalmából gondoltuk úgy, hogy, ezeket a beérkezett meséket megmutatjuk a nagy közönségnek, és díjazzuk az írókat azért, hogy megosztották velünk ezeket az életszerű meséket. Nagyon sok mese a mindennapi életről szól, de van közte olyan mese, aminek kifejezetten örülünk, hogy könyvtári környezetben játszódó, könyvtárról szóló mese, interaktív mesék, tehát érdemes lesz majd ezt mindenkinek olvasgatni. A könyvtárunkban, központi könyvtárunkban és fiók könyvtárainkban találhatják majd meg a kötetet az érdeklődők. Tehát ez lesz a Nyíregyháza mesés könyve, vagy mesekönyve? Mesekönyve. Mesekönyve. Ezt követően milyen programok várják még a Népmese napján az olvasókat? 9 órakor kezdődik pénteken 29-én a protokolláris megnyitó. Átadjuk a Nyíregyháza mesekönyv díjakat, majd pedig egésznapos meseolvasásra hívjuk az érdeklődőket. Vendégünk lesz Kasovic László meseíró, mesemondó, valamint a Görömbő kompánia is színesíti a rendezvényeinket. Kísérő rendezvény pedig egy baba kiállítás lesz, az is érdekes lesz, és természetesen, amit már láthattak az érdeklődők az ünnepi könyvhéten, az óriás nagy könyvünk, ami akkor Star Wars-os volt, most kicseréljük a könyvlapokat, és különböző népmeséket helyezünk el benne, tehát a magyar népmesék mellett megjelenik az orosz-szerb népmesék is, tehát nagyban olvasható, és egész nap mesefelolvasást tartunk csoportoknak, gyerekeknek. Erre kértük fel a város fenntartó vezetőit, képviselőket, közéleti szereplőket, társintézmények vezetőit, hiszen ez egy példamutatással, összetartozással tudjuk ezt az olvasás szeretetét átadni az utánunk jövő generációnak. Anita, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát ugye a nézőket pedig arra buzdítjuk, hogyha érdekesnek találják ezeket a programokat, látogassanak el 29-én a Móricz Zsigmond könyvtárba. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az elmúlt hétvégén a Leveleki Tavon Wakeboard versenyt is bemutatót rendeztek, ott járt Pintje Zsolt kollégánk is. B-E-A-T. Napfény, vízpart és hullámlovaglás. Országos wakeboard bajnokságot rendeztek a hétvégén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Leveleken. A sportág legjelentősebb képviselői jöttek el, hogy összemérjék tudásukat. A kellemes időnek köszönhetően igazi nyárvégi parti hangulatban telt a verseny. Van rajtam egy mentőmellény, az elengedhetetlen, egy neoprén ruha, amit a búvárok is hordanak, mert hideg a víz, boardshort, egy hát olyasmi, mint a snowboardnál, egy cipő is mellé, egy ilyen becsatolós kötés, és egy wakeboardeszka. Van ugye a kicker, ami a rámpa, amire, hogyha felmész, akkor ugye feldob a levegőbe. És vannak a sliderek, amiken mindenki szoktak forogni, pedig az nem arra való, az a presszelésre való, és utána egy outrükre, ami ugye lehet egy forgás, vagy bármi. És van például ott az a wall ride, az arra való, hogy a falán lehet ugyanúgy slidolni, de vannak lépcsős elemek, vagy ott például az a teréznek hívják, az is meg arra való, hogy egy olyan fajta presszet, amikor csak a deszkának az egyik része van rajta, és a másik részére terhez. A versenyző 99%-a Magyarországról érkezett. Van 16 darab nagy kábelpálya Magyarországon, úgyhogy az ország egész területéről jöttek versenyzők. Van egy diszvendégünk, a Graham Burrs, aki egy nagyon híres wakeboardos, ő emeli a fényünket, és gyakorlatilag a magyar mezőn sem szégyenkezhet. Nagyon sok nagyon jó versenyzőnk van,
föl tudnék sörölni itt az utóbbi 10 évből 4-5 olyan világbajnokot, akik részt vesz ma a versenyem. Magyar bajnokságot megnyerted, Európa bajnok vagy világbajnok vagy. Kategóriával hogy tudtad ezt a rengeteg címet összeszedni? Úgy jutottam ki az Európa bajnokságra, hogy megnyertem ugye előtt a magyar bajnokságot, és ugye utolsó éves voltam a kategóriámban, és akkor úgy gondoltuk, hogy megpróbálom. És akkor kijutottam anyukámmal, meg a magyar csapattal mentem, és így sikerült eljutnom Izraelbe. És ezután megnyertem ugye az Európa-bajnokságot, és úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk a világbajnokságot, és sikerült. Az Mexikóban volt. Orbán Oliver mellett a szintén világbajnok Hegedűs Ákos, valamint a címeket előszeretette a halmozó Fritz Botond és Szólát Sebastian is részt vett az országos wakeboard versenyen. Családi nyaraláson voltunk Balatonon, és Siófokon van egy vízisípálya is ott. Apa kipróbálta a vízisit, de én még nagyon kicsi voltam. És talán nem is lehetett volna nekem vízisíjelni, de megdomálta, hogy azért hadd vízisíjelhessek. És nem ment. És nagyon rosszul ment. Nem tudtam bevenni a második kanyart, ami egy 90 fokos kanyar. És aztán azért csináltam tovább, mert közben láttam az összes profit, hogy mennyire menő, amit csinálnak. És én is szeretném csinálni, és addig mentem, amíg körben nem mentem vízisivel. Aztán kaptam egy wakeboardot, lett egy edzőm, a Szergely, megtanított versenyezni, lettek eredményeim, lettek szponzoraim, és ez a munkám. A magyar bajnokságot felnőtt wakepark kategóriában idén a férfiak között Fritz Botond, a hölgyek között pedig Serdült Veronika nyerte meg. Az utánpótlás versenyző között a 19 éves korosztályban pedig Nagy Klaudia és Orbán Oliver bizonyult a legjobbnak. Lassan nagykorú lesz Nyíregyháza egyik közkedvelt kereskedelmi rádiója, a Sunshine Rádió, ezért kértük Balogh Béla ügyvezetőt ide a stúdióba. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. 16. születésnapját ünneplitek a rádiónak. Így van, hát a nyíregyháziak már 16 éve ismerhetik a rádiót, és 16 éve ébredhetnek reggel, úgymond a Sunshine-ra, és az egész napot végig szórakozhatják a Sunshine-nal, hiszen, ahogy te is mondtad, ez egy ekte kereskedelmi, szórakoztató rádió, tele sok interaktív hírműsorra, úgyhogy sok fontos információval, tehát már 16 éve együtt ébredhetnek ezzel a rádióval, annyira egyek. A 16 éves fiatalok is már jól megünneplik általában a születésnapjukat. Ti mikor és mivel készültök? Hát szép évforduló ez, bár a 15-öt ezt egy nagy csinnadratával tettük, és ingyenes bulival, akkor a Nyírplázánál, most azonban egy teljesen új koncepció, az eddigi jól megszokott szabadtéri helyszínt elhagyva, így már zárt területre vonultunk, igaz, később is van most a születésnap, ennek több apropója van. Egyrészt időközben a rádió székhelye is megváltozott, költözött a rádió, új stúdiókat alakítottunk ki, új szerkesztőséget és kiszolgáló helyiségeket. Itt vagyunk a szakszervezetek házában, közvetlenül a televízió szomszédságában, a belvárosban, és így sok minden lekötötte az energiánkat a nyár folyamán, illetve a Vidor Fesztivállal, amivel mindig egy időpontra esett a mi rendezvényünk is, úgy döntöttünk egyeztetve velük, hogy nagyon sok olyan népszerű magyar előadó, élvonalbeli előadó lépett fel a Vidor Fesztiválon is, akikkel nem akartuk a közönséget megosztani, így hát átengedtük a teret a Vidor Fesztiválnak, és természetesen mi akkor az őszbe helyeztük ezt az ünnepést. Én azt gondolom, hogy egy más formátumú születésnap lesz ez. Fontos azt megjegyezni, hogy vannak előadók, akik ingyenes szabadtéri rendezvényekre nem is igazán jönnek, nem is vállalják el a magyar élvonalból a fellépést, mert hogy ezt szeretik, hogyha csak fizetős rendezvényeken és csak olyan közönség, aki speciálisan rájuk kíváncsi, látogatja majd az adott rendezvényt. Így van ez például a Well Hello esetében is, úgyhogy őket nem minden nap lehet látni, és nem lehet ilyen nagyobb ingyenes rendezvényeken velük találkozni. Most viszont lehet, hiszen ők a fő sztárvendég, de rendkívül sok más előadó is, népszerű előadó is lesz. Kik még?
Többek között a New Level Empire, akiket nem kell bemutatni, hiszen akár a nemzetközi porondon is megállják a helyüket, és legalább 3-4 olyan rádiós aktuális felvételük van, amit a rádiók forgatnak országszerte, és már külföldön is játsszák. Azon kívül itt lesznek a hősök, akik az R&B műfajban kicsit erősebbek. Természetesen minden korosztályra gondoltunk, jön az UFO. Az UFO együttes nem kell bemutatni, hiszen slágereik a mi korosztályunkat is elkísértik, illetve a mai fiatalok az újrakevert változatokat hallgatják. Helyi kötődéssel bír a Hamkoham, az Irigy Hónaj Mirigy. Ugye az Irigy Hónaj Mirigyet szintén nem kell bemutatni a nagy közönségnek, hiszen ugyanúgy a régi slágereket is átdolgozták ezelőtt 10-15 évvel ezelőtt is, csak úgy, mint a maiakat, az aktuális, éppen aktuális modern slágereket. Kapunyítás mikor lesz? Nagyon kapunyítás fontos információ. Igen, 18 órától lesz. Hozzátartozik, hogy a Miss Summer Sunshine versenyt is ott koronázzuk majd meg a királynőt, tehát ott zajlik majd a döntője, ami Summer Sunshine-nak, amely negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Már legutóbb most a középdöntője volt múlt héten, úgyhogy most a döntőben már 10 lány verseny a koronáért, és nem kevés pénz, készpénzért, valamint értékes ajándékokért, tárgyutalmakért. Tehát mindenképpen feldobjuk ezzel is majd a műsort, és a folyamatos koncertsorozatokat megtörjük egy-egy ilyen szépségvonulással, úgyhogy érdemes ők nekik is szurkolni. Az éjszaka egyébként, tehát nem csak koncertről szól majd, meg az este, hanem már az éjszakában nyúlóan DJ-k lépnek fel. Többek között itt lesz Will Cox, aki a tavalyi év felfedezett sztár előadója, sztár DJ-je, valamint itt lesznek majd a Sunshine DJ-k is, úgyhogy egészen hajnalig tarthat majd az ünneplés. Vagy akkor stílusosan az éjjel soha nem érhet véget. Béla, egy ilyen születésnap egy kicsit visszatekintésre, nosztalgiára is teret enged. Itt az elmúlt 16 évet nyilván nem várom el, hogy foglald össze, mert nem lehet, de mégis hogyan lehet, vagy milyen következtetéseket, vagy egyáltalán számokat tudtok-e mondani, hogy hány műsorvezető, hány dal, milyen programok, tudtok-e valamilyet? Nagyon nehéz ez, a stáb. A stáb az mindig egy ilyen 20-25 fő között mozgott. Azok, akik rendszeresen dolgoztak a rádióban, vagy dolgoznak a rádióban. Nyilván az ő személyük változik, van némi fluktuáció, de elenyésző. Nagyon sokan vannak, akik már 4-5 éve ott vannak folyamatosan, de azért nyilván előfordul, hogy történtek változások. A programstruktúránk az folyamatosan frissül, a zenei és az ID sweeper arculatunk, amelyeket spotoknak hívnak ugye a hallgatók, tehát azok is folyamatosan frissülnek, újabb trendek vannak ezeken belül, dinamikusabbak, folyamatosabbá teszik a zenei folyamot, inkább ezeket használjuk már, tehát ebben is rengeteg változás történt. Hát nyilván egy nagyon nagy lépés volt nekünk először, amikor elindultunk ezelőtt 11 évvel már ezzel a felállással, ezzel a struktúrával, hogy először a technikába investáltunk nagyon sokat, most már például teljesen átalakult az új stúdiókba, IP audio technika került beépítésre, tehát minden digitális, tehát nem analóg átjátszás, illetve nem analóg a rendszer, tehát egészen más, egy elős technikai fejlődés volt. Ezzel mindig tartani kell lépést egy rádiónak, ez évről évre némi investációt igényel. Az infrastruktúránkat most először újítottuk meg az elmúlt 10 évben, tehát most ez egy nagy változás volt szintén a rádió életében. Nyilván a műsorstruktúrát, meg a megszokott hangokat, megszokott programokat és műsorelemeket, az pedig továbbra is biztosítjuk a hallgatóknak. Hát kívánok még nagyon sokszor 16 születésnapot a rádiónak, és akkor még egyszer a biztonság kedvéért, mikor és hová várjátok a 29-én, pénteken, a Continental Arénában, hiszen ott lesz most a Sunshine szülinap a Total Music Party néven. Köszönöm, és boldog születésnapot. Köszönjük nektek! A Csiriptanya játéktár programjai a megyei könyvtárban. Szeptember 23-án 10 órától Baba Angol, 26-án 14 és 16 óra között őszi gyümölcstermésekből kulcstartó készítése, 28-án pedig kólás dobozokból őszi képet készíthetnek a gyerekek.
a Buratino Bábszínház előadásai, szeptember 23-án 16 órától Zsákba macska, 24-én 10 órától Bátor kiskacsák, helyszín Korzó bevásárlóközpont B épület második emelet. Nyíregyházi séták, Gulyás Emil fotókiállítása a Móri Zsigmond könyvtár kamaratermében szeptember 25-ig tekinthető meg. A hónap művésze, Zagyva László szobrászművész kiállítása látható szeptember 25-ig a Nyíregyházi Városi Galériában. Ringató és kerekítő, szeptember 26-án 10 órától ringató, veddől be, ringasd, énekelj, 29-én 10 órától kerekítő, helyszín Móri Zsigmond könyvtár. A Besenyei Társaság szeptember 28-án fél öttől tartja legközelebbi összejövetelét a Megyei Könyvtár kamaratermében. Szilágyi László tart előadást a 100 éves Szilágyi László tart előadást a 100 éves nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium alapításáról és az államosításról. Őszi tárlat, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei őszi tárlat nyílt a Városi Galériában. A kiállítás október 14-ig tekinthető meg 2-től szombatig 9 és 17 óra között. Bori Dóra és Petró Zsuzsanna kerámia tervező művészek közös kiállítása látható a Pál Gyula teremben október 14-ig. Fényképek Sóstóról, Boros György fotóművész, Fényképek Sóstóról című tárlata látható a Sóstói Múzeum falu Pálinka házában. A kiállítást november 30-áig nézhetik meg. A Sziesta Plusz mai adásába ennyi fért, kellemes hétvégét kívánok önöknek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!